A Nemzeti Tehetségprogram keretében Ide lábam egy kis táncra című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 19-es számú óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP/OTKP/1800091 pályázati azonosító számon szereplő Ide lábam egy kis táncra elnevezésű nyertes pályázat 2019. szeptember és 2020. december között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 19 úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 750 000 forint. A pályázati program az óvoda Bíborka Gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel, Kis Anikó Krisztina tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a hagyományok ápolása, népi hagyományaink megismertetése, a mozgáskoordinációs készség fejlesztése a gyermekekkel való együttjátszás során. A magyar népi játékok fejlesztik a gyermekek szociális érzékenységét, az egymáshoz való alkalmazkodást, a társak elfogadását. Ünnepi alkalmainkhoz kapcsolódó népszokások, népi játékok, táncos mozgásformák segítenek kialakítani a gyermekekben a népi kultúra iránti tiszteletet. Formálódik a magyarságtudatuk, mélyül a szülőföld iránti szeretetük. Céluk a magyar néptánc népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése. A különböző népi játékokkal, hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedő gyermekeknek olyan értékek nyújtása, hogy gyermekeink szemléletében megalapozódjon értékrendszerük a gyermekekben. A projekt során az ünnepekre, jeles napokra való ráhangolódás élményre épülő műhely foglalkozásokkal valósították meg. Az örömteli együttjátszások során gyermekeink olyan gyöngyszemekké válhatnak, amelyekkel észrevétlenül belevarázsolódnak a régmúlt idők világába. A játékokban visszatükröződnek a közösség értékei, szemlélete, üzenetek formájában. A projekt megvalósítása során a Györfi István Nagykun Múzeumban a Kunok Öröksége című kiállítás 6 kiállító anyagát tekinthettük meg, ismerkedve elődeink életével, értékeivel. Élményszerző és lazító programként a szülők bevonásával kirándulhatunk a Kunlovardába és a Benetanyára, ahol őshonos állatokkal, illetve a kun hagyományokkal, lovas hagyományokkal ismerkedtünk. Az élmények mélyítették a nemzeti kultúra értékeit, hiszen a gyermekjátékok legszorosabb kapcsolatban állnak egy csoport, egy közösség és egy társadalom kultúrájával.